1989 óta ünnepeljük országszerte a Magyar Kultúra Napját január 22-én. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal a himnusz kéziratát Szatmárcsekén. Dombováron színes programokkal köszöntötték a jeles évfordulót. A múzeumban bemutatták a Város Szépítő Egyesület kiadásában megjelent neves Dombovári évforduló 2022 című kiadványt. A Városépítő Egyesület egy kiadványfüzettel várja az érdeklődőket. Minden évben évvégén úgy szoktunk készülni, hogy összeállítjuk a következő év jeles személyeinről egy ilyen összeállítást tulajdonképpen, és az alapján döntjük el, hogy kinek a tiszteletére tudunk egy kiállítást, egy emlékestet, vagy valami emlékező programot megrendezni. És a tavaly évben Takács Istvánné összeállította ezt a listát. Akkor még a ilyen szociális média felületre került fel, nagyon népszerű volt, és akkor így döntöttünk úgy Őri Gábor egyesületi tagunk ötlete alapján, hogy mi lenne, ha ez kiadvány formában is megjelenne, és gyakorlatilag ezt tudjuk adni a lakosságnak. A kiadvány azokat a város múltjában, történetében szerepet játszó neves személyeket mutatják be, akikhez a 2022-es évben kerek évforduló köthető. Tulajdonképpen az egy 60-70 éves hagyomány a Dombovárnak már, mióta Szőke tanár úr annak idején a gimnáziumban megalapította a honismereti szakkört, hogy minden évnek adjunk valami rangot, emlékezzünk valamitre a múltunkból, és tanítványokat, kollégákat biztatott arra, hogy keressünk ilyen kerek évfordulókat. Tulajdonképpen azt lehet mondani, a Városépítő Egyesület is megalakulása óta mindig egy tervszerű előkészületet folytat, végez arra nézve, hogy a következő esztendő mit jelentsen nekünk munkába, tevékenységben. És így aztán mi nagyon-nagyon régóta gyűjtjük mindig az éppen kerek évfordulókat. És hogy a tavaly évben látva azt, hogy a digitális változatra mennyi érdeklődő volt az interneten, gondoltuk, illetve Gábor, Őri Gábor kezdeményezte, hogy nyomtatott formában is ki lehetne ugyanezt adni. És most tulajdonképpen egy sorozat első füzetét jelentetjük meg a mai napon, hiszen a kerek évfordulók az öttel osztható számú évfordulókat jelenti. Tehát mi történt 150 évvel ezelőtt, 155 évvel ezelőtt, 160 és így tovább. Na, ezeket állítottam össze. A rendezvény a Művelődési Házban folytatódott. Cseh Tamás grafikáiból nyílt kiállítás az egykor Dombováron is színpadra lépő Kossuth és Liszt Ferenc díjas zeneszerző, énekes, színész, éppen a Magyar Kultúra Napján, január 22-én lenne 79 éves. Petőfi Irodalmi Múzeumtól tudtunk egy nagyon színvonalas anyagot szerezni az ő illusztrációból, grafikáiból, festményeiből. Ezek másolatok, de az értékük azért felbecsülhetetlen. A kiállítás Cseh Tamás egykori jó barátja, Bérces László, rendező, író, az Ördögkatlan Fesztivál társigazgatója nyitotta meg. Mindig fejtörést okoz, hogy mikor is ismerkedtünk meg Tamással. Az biztos, hogy én szolnoki középiskolai tanár voltam akkor még, ami annyit jelent, hogy 76 és 84 között lehetett. És most, hogy néztem itt a fotókat, és ő 83-ban lépett fel Dombóváron, én valahova oda satszolom a mi ismerkedésünk pillanatát, csak nem itt, hanem éppen egy másik vidéki városba, Szolnokon. Ugye ő járta az országot, sőt, az országon túl is a magyar lakta területeket, és igazából őt az nem érdekelt, hogy pici hely vagy nagy hely. Ha azt érezte, amikor hívják, hogy hát nem tudom, csak úgy mondani kicsit romantikusan, hogy szívből hívják, akkor ő ment. És ezért, amikor én most őt kérdeztem tőle, hogy nem volt valaki, aki intézte helyetted, vagy manapság azt szoktuk mondani, hogy menedzser, akkor ő nézett rám, hogy az lehetetlen, azt neki kell éreznie. Én nem tudom, hogy ez a 83-as dombovári koncertje hogy sikerülhetett. A fotó szerint valószínűleg jól, és mivel én voltam diákszínjátszó fesztiválon már zsűrizni, akkor jó közeget tapasztaltam, tehát bízom benne, hogy jó sikerült neki, de ha nem, már akkor sincs mit tenni. Tamásnál közvetlenebb, hogy is mondjam, személytől személyig, szemtől szembe,
hogy mondjam, úgy mondanám, hogy ő volt a Szia Tamás, mindenkinek a Szia Tamás, és biztos, hogy itt is akkor este egy csomó barátja lett neki, és aztán már a véletlenek irányítják, mint az én esetemben, hogy ebből aztán egy szorosabb barátság lett később. Hónapokkal később, 2009. augusztus 7-én hunyt el otthonában. A kiállítás megnyitót követően Cseh Tamás dalai csendültek fel, majd egy riportfilmet vetítettek a közönségnek, Megtalált dalok címmel.